A kőleves. Hol volt, hol nem volt. Egy nem is olyan messzi vidéken élt egy szegény legény. Egy szép napon elhatározta, hogy mit tegyen mást, vándorútra indul. Ment egyik faluból a másikba, rongyosan is egyre éhesebben, de bizony nem kínálták meg sehol egy falás kenyérrel, vagy egy kicsi meleg levessel. Bekérdezett egyik házhoz is, a másik házhoz is. Hol reáúszították a kutyát, hol pedig szóba sem álltak vele. Hát így, ahogy menegetett, elgondolkodott. Ha már Isten vendégszeretetből nem osztogatott sokat errefelé, talán észből sem volt olyan bőkezű. Fel is vett a kapuból egy követ, és bement a legelső házhoz. Éppen egy öreg asszonyé volt. Jó napot, öreg anyám! Adjon Isten, te legény! Hát, hogy mi szolgál az egészsége? Szolgál, ahogy szolgál. Hát, legény uramnak hogy szolgál? Nekem is szolgál valahogy, csak éhes vagyok. Ennék valamit, ha volna. Hadna szívesen. Jaj, lelkem, legény uram, adnék én, ha volna, de én is olyan szegény vagyok, mint a templom egere. Semmim sincsen, tiszta, üres a kamarám, padlásom, mindenem. Hát én nem vagyok annyira szegény, nekem van itt a zsebemben négy egy jókra kő. Ebből én tudnék levest főzni, csak kéne egy üstöcske vagy egy fazék, amiben megfőzzem. Hát azt éppen adhatok, mert fazekam van elég, csak nincs, amit beletegyek. Na, megmosta a legény a követ, és szépen beletette a fazékba. Tüzet rakott az öregasszony, vizet töltött a legény a kőre, és oda tette főni. Egy jó hosszú fakanállal megkevergette. Leste az öregasszony, mire a legény szakértően megkóstolta. Hát jónak jó, de ha egy kicsi só volna benne, akkor még jobb lenne. Hozok is sót, van nekem. Beletette a legény a sót, megkevergeti és azt mondja. Tudja, ha lenne egy kanálka zsírja, akkor aztán igazán jó lenne. Van nekem az is, hozok én. Dicsekedett az öregasszony. Hozott egy kanál zsírt, azt is beleeresztették oda a fazékba. Kevergeti a legény, kóstolja, majd megint megszólal. Hát tudja, szoktam én kőlevest főzni, de abban még kóbász is volt. Hogy az milyen jó ízű. Van nekem kolbászom is, hozok én egy darabot a kamarából. Hozzon akkor két darabot, öreg anyám, nekem is kell egy darab, és magának is. Hozok, hozok. És már hozta is az öreg asszony a két darab kolbászt. A szegény legény beleeresztette azt is a fazékba, kevergeti, kóstolja. Tudja, ha van egy pár szem krumplia, azt meghántanánk, ide beleaprítanánk, és még a zöldsége is volna, az csúdi jó volna. Van nekem az is, hozom már. Hamar hozott egy kis sárgarépát, petrezselymet, pityókát, megtisztították és beletették a levesbe. Kevergeti a legényke, ízleli és oda nyújtja a kannát az öregasszonynak. Kóstolja csak meg, ez most de jó. Jaj, hát soha se hittem volna, hogy a kőből ilyen jó levest lehessen fűzni. Még hagyták egy kicsit rotyogni, aztán megszólalt megint a szegény legény. Egy pár szem rizskása is jó lenne, de ugye az már biztos nincsen. Van nekem az is, tüsténkedett az öregasszony. Hamar még egy pár szem rizst is beleszórtak, és akkor megsimította elégedetten a hasát a legény. Ez most már éppen olyan, amilyenre én szoktam főzni. Megvárták, hogy megfőjön. Kitöltött a szegény legény egy nagy tányérral magának, egyel az öregasszonynak, és jó ízűen bekanalazták. Az öregasszony nem győzött csodálkozni, hogy lehet kőből ilyen jó levest főzni. Mikor aztán jól laktak, odafordult a legényhez. Mondja, legény uram, nem adnál ezt a követ? Sokszor az sincs, amit főzek. Ebből én milyen jó levest tudnék kogyfasztani? Dehogy nem. 100 forintért bizony adom. Az öregasszony hamar odaadta a 100 forintot, és a leves maradék aljából kiszedve a követ, egy tiszta törlőruhába belegöngyölte, és jól elrejtette a kamrában, hogy neki legyen, mikor levest akar főzni. A szegény legény a 100 forinttal a zsebében nagy gyorsan elbúcsúzott, nehogy az öregasszony meggondolja magát, s visszakérje. Most, hogy jól lakott, s volt már 100 forintja is, vígarródta az útját napestig, és ha ismét Irigyke vidékre tévedt, tudta, hogy az út szélén heverő mi haszna kövekkel mindig jól lakhat, még ha nyersen oly rágósak is.